Pokoli nehéz év ez mindannyiunknak, és pokoli nehéz az önkormányzatoknak is. Ha valahogy szemléltetni akarom azt, hogy milyen helyzetbe kerültünk, akkor nagyjából ezt úgy tudnám leírni, hogy már önmagában a koronavírus járvány térdre kényszerítette az önkormányzatokat, hiszen miközben elvesztettük a bevételénk egy jelentős részét, sokkal több lett a feladat. Hiszen mi voltunk azok az önkormányzatok, akik helyt álltunk a járvány első hullámában, tavasszal, és most is gyakran a kormány helyett. Hiszen működtettük a városainkat, ment a közösségi közlekedés, megy a közösségi közlekedés, elviszük a szemetet, takarítjuk az utakat, és osztottunk maszkot akkor, amikor nem volt, és a kormány nem adott, és teszteltünk akkor, amikor a kormány nem tesztelt. Ebben a térdre rogyott állapotban a kormány gyomron lőtte Budapestet azzal, hogy egy külön önkormányzati adót vetett ki. Most éppen ott tart, hogy az egyik vesénket szereli ki, mondván, hogy megvizsgálta, hogy kettő van, és az pont egyel több, mint amire szükségünk van. És miközben ebben az állapotban vagyunk, és az önkormányzataink többsége már lélegeztetőgépen van, Parag László beteg módon arról fantáziál, hogy hogyan kellene kivégezni az önkormányzatokat Magyarországon. Az önkormányzatiság nem egy ilyen elvont fogalom, ez arról szól, hogy mi, akik egy adott településen élünk, igenis bele akarunk szólni abba, hogy az általunk befizetett adóból mi épüljön. Mert hogy azt látjuk, hogy a tőlünk elvont pénzekből, az önkormányzatoktól elvont pénzekből nem az oktatásba, nem a kórházakba megy a pénz, hanem a miniszterelnök lányának divatügynökségére, vadászati kiállításra, propagandára, és hát persze stadionra, még több stadionra. Miközben arról beszél a kormány, és ezt hirdeti milliárdokért, hogy csak összefogással győzhetünk, közben egymással szemben fordítja az önkormányzatokat és a vállalkozásokat. Miközben arról beszél, hogy adót emelni nem lehet, éppen most döntötték el, hogy egy járvány alatt megemelik a vízszolgáltatóknak az adóját, azt a vízcső adót, ami már eddig is az állami vízszolgáltatókat térdre kényszerítette, és most ott tartanak, hogy a fővárosi vízművek adóját a 4,5-szeresére emelik egy járvány alatt, és ezzel veszélyeztetve nagyjából 2 millió ember ivóvízellátását. Mi azt követeljük a kormánytól, hogy ne az önkormányzatoktól vegye el a pénzt és stadionra költse, hanem igenis azon dolgozzon az a több mint 300 államtitkár, hogy azt a 2500 milliárd forintot, amit az Európai Unió a válság sújtotta vállalkozásoknak és az embereknek adna, hogy igenis azt a pénzt, azon kell dolgozni, hogy a pénz megérkezzen Magyarországra. Azért vannak itt mellettem az országgyűlési képviselők, hogy elmondják, hogy az ő városaikat, az ő településeiket hogyan érintette az elmúlt egy év, és hogy milyen pokoli helyzetben vannak. Köszönöm. Sajnos mára egyértelművé is világossá vált, hogy a kormányzat hadjáratot folytat az önkormányzatokkal szemben, és persze velük együtt az választópolgárokkal szemben is. Azt is látjuk és azt is tapasztaljuk, hogy sajnos pénzügyi intézkedésekkel sarcolják az önkormányzatokat, de nagyon sokszor elmondtuk, hogy ez nem elsősorban a településvezetőket, hanem az ott élő emberek mindennapjait érintik. Elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy miközben az önkormányzatok feladatai maximálisan elvárják, hogy teljesítsék, sőt, többletfeladatot lónak ki rájuk, mindeközben folyamatosan sarcolják a településeket, és folyamatosan veszik el tőlük a bevételüket. Szeged városának sajnos a járványügyi helyzet ebben az évben 8 milliárd forint lyukat utott a költségvetésében, melyből több mint 4 milliárd a kormányzati intézkedéseknek köszönhető. Többek között például a gépjárműadó elvétele, a közműadó mai kivetése, az ingyenes parkolás bevezetése, vagy éppen a vidéki közösségi közlekedés támogatása, vagy mondhatnánk a HIPA, a helyi iparűzési adó feltöltésének az elengedése, amit ugye ebben az évben nem kell megtenni a gazdasági szereplőknek. Felszólítjuk a kormányt, hogy tekintse partnernek az önkormányzatokat, ne sarcolja őket, hiszen a kormánynak, az önkormányzatoknak, az egészségügyi dolgozóknak és a gazdasági szereplőknek együtt közösen kell partnerként fellépni a járvány ellen, hiszen a sikeres védekezés záloga csak ez és kizárólag ez lehet. Azt is kérjük, elsősorban kormánypárti országgyűlési képviselőtől,
és kormánypárti településvezetőktől, hogy figyeljenek arra, hogy mit döntenek és hogyan döntenek, hiszen el fog jönni az az idő, amikor szint kell vallaniuk, hogy saját településük működőképessége, fejlődése mellett teszik le a voksukat, családtagjaik, barátaik, ismerőseik, vagy azok emberek, akik megszavazták őket, azoknak a biztonsága érdekében teszik a dolgukat, vagy kiszolgáltatják magukat Orbán Viktor kényekedve szerint. Úgyhogy kérjük, követeljük a kormánytól, fejezzék be az önkormányzatok megsalszolását. A kormányok világszerte ebben a nagyon nehéz helyzetben átcsoportosítanak forrásokat a kevésbé fontos területekről a védekezés frontvonalába, az egészségügybe, a szociális ellátásba, és hát a nehéz helyzetbe került vállalkozások számára. És hát átcsoportosítanak az önkormányzatokhoz, hiszen az önkormányzatok is a védekezés frontvonalában dolgoznak. Elmondható, hogy ők vannak a legközelebb az emberekhez és az emberek problémáihoz. Tehát a Fidesz szemlélete és a kormány szemlélete, hogy elvon forrásokat az önkormányzatoktól, az épp hogy akadályozza helyben a védekezést. Ez történt Miskolc esetében is, hiszen azok a forráselvonások, amik országszerte tetten érhetőek, nagyon drasztikusan érintik Miskolcot. Ilyen például a gépjárműadó helyben maradó részének tulajdonképpen végleges elvonása is, ez mintegy 450 millió forintos kiesést jelent évente, és a helyi közösségi közlekedés állami támogatásának kivezetése egy 500 milliós nagyságrend. De hát sorolhatnám azokat az egyéb intézkedéseket is, amelyek részben az iparűzési adó kapcsán, részben közműadó kapcsán, részben pedig akár a parkoltatás kérdésében érintik a városunkat. Összességében elmondható, hogy Miskolcot a járvány okozta bevételkiesés és a kormányzati forrás elvonás összességében mintegy 7 milliárd forinttal érinti. Ez egy olyan drasztikus összeg, amelyet nem lehet kigazdálkodni. Nagyon nehéz a helyzet tehát. Arra szólítjuk fel határozottan a kormányt, hogy fejezze be a forrás elvonásokat, vonja vissza az eddig eldöntött forráskivonásokat, és értse meg végre a kormány, hogy az önkormányzatok a védekezés frontvonalában dolgoznak, tehát fejezzék be a muníció kivonását a frontvonalból. Már a járvány első hulláma is nagyon komoly károkat okozott az önkormányzatoknak. A második hullám ehhez képest még erőteljesebben érinti az összes magyar önkormányzatot. Így van ez Pécsett is. A számítások szerint az első hullámban közel 1 milliárd forintnyi veszteség érte a pécsi önkormányzatot, és a második hullámban pedig még a hátralévő november és decemberre a szakértők azt mondják, hogy legalább még fél milliárdnyi veszteség fog keletkezni. Ez mindenképpen igen súlyosan érinti azt a várost, amelyiknek már a korábbi években is igen jelentős adóssága volt, hiszen 2014 után a fideszes önkormányzati vezetés egy nagyon komoly 20 milliárdos hiányt tudott fölhalmozni. Ebből következően azt gondolom, hogy létérdeke lenne a városnak az, hogy a kormány változtasson az eddigi politikáján, és több forrást juttasson az önkormányzatoknak. Ez nem csak abból a szempontból fontos, hogy a járvány elleni küzdelembe sokkal jobban és erőteljesebben tudnának az önkormányzatok, és így a pécsi önkormányzat is bekapcsolódni, hanem még gazdasági szempontból is igen kedvező lehetne, hiszen az önkormányzatoknak juttatott források, pénzek, ezeknek nagyon erőteljes multiplikatív hatása van, és ez azt jelenti egyébként, hogy minden egyes forint, amelyet visszajuttatnak, vagy odajuttatnak az önkormányzatoknak, ez a GDP-t fogja emelni, fogja növelni, és közvetve a kormányzatot is helyezi jobb helyzetbe, hiszen az adóbevételek is nőni tudnak így. Tehát akkor, amikor a kormány arról beszél, hogy további megszorításokat, további adócsökkentéseket helyez kilátásba, akkor gyakorlatilag saját maga ellen is harcol, mert a válság időszakában az adócsökkentés az nem megoldás, hanem sokkal inkább az lenne a megoldás, ha többletforrásokat fordítanának
az önkormányzatok számára, vagy adnának az önkormányzatok számára, annak érdekében, hogy egyfelől fölően tudjanak védekezni a járvány ellen, másfelől pedig, hogy a gazdaságot be tudják indítani, vagy őrizzék meg attól, hogy még mélyebbre süllyedjen. Azt gondolom, hogy ez lenne a legfontosabb feladat, ahelyett egyébként, hogy újabb sarcokat és újabb adókat tervelnek ki. Köszönöm.